Újra látható, Nagykanizsa önkormányzata az évelején döntött a törökkori vár és város makett elhelyezéséről. Szemenyei Nagy Tibor szobrász művész alkotását a tér járó szintjében üveglappal fedett betonaknában helyezték el eredetileg. Az akna azonban idővel beázott, a pára miatt viszont nem lehetett látni a makettet. A közgyűlési döntés értelmében az alkotást egy talapzaton helyezték el, a napokban az utolsó simításokat végzi a vállalkozó.